hagytunk itt egy ilyen kukázós részben, ezt a dobozt, ezt egy konténerben találtam egy cégnek a külső konténer, hát ahol dobálják a szemetet, egy cég, és hát ez valószínű, hogy hát nem is tudom, hogy honnan van, de ez ilyen szépen, akkurátusan ecsettel le van kenve ez a ládikó, és nem üres. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi van benne. Na, hát itt vannak a felső fiókok. Itt vannak benne ilyen zsanér, egy imbusz kulcs, szeg, egy fúróhegy, ami akár jó is lehet, egy kicsit rövid, de jó. Itt van egy csavarhúzóból megmaradt ilyen hegy, 1000 éves, 30-40 éves csavarok. Ez így a szemét kategória, meg ez is. Ez a többi, ez akár jó is lehet valamire. Van egy késnek a pengéje, ami megint szemét, valaminek a nyele. Lehet, hogy majd rájövök, hogy mi. Heggesztő pajzsnak az üvege. Egy reszelő, ami egész jó állapotban van. Hát, ezeket nem nagyon tudom, hogy micsoda. Ez kuka lesz. Na, nyitom tovább szerkezetet. Itt van egy véső, amit még meg lehet élezni. Itt van valaminek a nyele, ami el van törve, úgyhogy ez kuka. Nyitom tovább, és egy kicsit arrébb rakom. Aztán van itt egy ilyen, ez nem tudom, ezt segítsetek majd, hogy ez mi, ez mire való, ez melyik szakmában használják, de például heggesztésnél a cundert azt szépen ezzel ki lehet kopogtatni szerintem, de nem biztos, hogy arra való. Van itt egy pikli, amiben valami löty van. Ezt inkább kukába helyezném, mert nem érdekel, hogy mi van benne. Van egy ilyen nagyon szép fejű kalapács, aminek a nyele rossz, úgyhogy abba egy másik nyelet kell helyezni, és már jó is lesz, úgyhogy ennek a fejét meg fogom menteni. Ez kell. Flexkorom kell. Valaminek a gumibakja, de le van rohadva, úgyhogy kuka. Megint itt van egy ilyen szerkezet. Ezt megint nem tudom, hogy mire való. De majd ti majd biztos megmondjátok, aki megismeri, az írjon. Ezer éves racsni. Nem tudom, hogy jó-e bármire is, de itt van megint valaminek a nyele. Ez ennek lesz a nyele, csak itt le kell vágni a végét, mert itt már valaki kalapáccsal szétütötte.
Ez egy csap. Nem hiszem, hogy nekem ez kell bármire is, úgyhogy valószínű, hogy kuka lesz. Pedig működik, de... Nézzük meg, hogy szétjön-e. Nem. Ez szerintem kuka lesz. Van még egy reszelő, ami... ami igen jó állapotban van, és bele van írva, hogy Finland. Itt van belül, nem tudom, látszik-e. Szeretem az ilyen régi kacatokat. Ez a szikráztató, a szikráztató lenne, csak a kovakő már kipattant belőle, úgyhogy ez valószínű, hogy kuka lesz. Ez már nem szikrázik. Ez aki lánggal vág, vagy lánggal heggeszt, annak való ez. Ezt megismerem, ezt a szerszámot. Csak már nincs benne a kovakő. Egy kis csiszolópapír. Kuka. Egy kilincs, megint a nagyszüleim idejéből. Ilyen kilincs azért nem sok van már a világon, de nem sok mindent tudok vele kezdeni, úgyhogy lehet, hogy kuka lesz. Egy csavar, kuka. Itt is van egy ilyen célszerszám. Nem tudom, meghagyom. Vannak ilyen idomok. Ezekkel is nem tudom, hogy tudok-e valamit kezdeni. Kulcs, egyik ilyen, másik olyan, megtartós, 17x24-es villás kulcs. Hát egy elég combos hidegvágó, aminek nagyon furcsán van megcsinálva az éle, de célnak megfelel, biztos jó anyagból is van. Egy újabb reszelő, ami megint nincsen elkopva. Egy nagy flexnek a kulcsa. Ez valamilyen motornak a emelő szeme. Valamelyik autó motorjának az emelő szeme. Ez szokott lenni rajta leömlőn, vagy valahova oda tekerve, és akkor itt akasztják bele. És ennél fogva emelik a motort. Ez nekem nem kell. Még egy csavar. Itt egy aranyos kis palack. Itt van rajta a palackon. Aranyos, nagyon aranyos. Ez igazából univerzális ragasztó, oda van író finnül. Úgyhogy, és hogy Made in Finland. Kuka. És így be is zárult a történet, ott már tényleg csak szemét van. Ez is egy ilyen gumi vacak. Itt van, ez például egy hegesztő pálca, vagy hegesztő pálca, de ez lánggal kell. Ez lánggal ilyen olvadós. Ilyen fűtéscsöveket hegesztettek vele régen.
ilyennel. Még egy tömítés, fadarab, madzag, és valaminek a zárógumia, valami gömbfejnek, vagy akárminek. Ja, még itt is egy csavar. Ez is valami gépnek a csavarja. És nincsen más. Úgyhogy innentől kezdve csak kitakarítom a dobozt, és nem tudom, hogy mire lesz jó. Valamit majd rakok bele, vagy elteszem dísznek, mert szép öreg doboz. Meg ezek mindig is tetszettek, ezek a harmonikás dobozok. Úgyhogy a doboz megtartós. Nagyon tetszik. Tele lehet pakolászni csavarokkal, meg ilyen kacatokkal, amiket az ember nem nagyon használ sűrűn. És itt a lakásnál, hát szerszámosnak fog. Szerszámos láda lesz belőle, ami eredetileg is volt. Nagyon jó, imádok ilyen dolgokat találni. Szevasztok!